Az eseményen részt vettek a Magyar Honvédség alakulatai különböző statikus és dinamikus bemutatókkal. A látogatók megismerkedhettek az alakulat kiállító pontjaival, túlélési praktikáival, a digitális katonai felszerelésekkel, majd bepillanthattak a robbanó szerkezetek elleni védelem világába is. A korábbi években is szerveztünk a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia képzése iránt érdeklődők számára különböző pályaorientációs napokat, nyílt napokat. Ebbe az évben úgy gondoltuk, hogy mélyebb betekintést adunk a katonák életére, ezért a rendezvényünket a Csobánkai gyakorlótérre terveztük, és itt hajtjuk végre. Jelen pillanatban több mint 1700 különböző iskolából ideérkezett kadét és középiskolai tanuló van a rendezvényünkön. Ez a létszám még a nap folyamán változni fog, hiszen rengetegen regisztráltak a rendezvényre. Több mint 1700 fő jelent meg különböző katonasúli programokból, vagy éppen olyan középiskolákból, akik potenciálisan megszólításra kerültek, hogy az ottani végzős állomány lehetőség szerint itt folytassa tanulmányait. Máté, első éves kadétiskolás, már nyitás óta a helyszínen volt. Őt a harckocsi állomány ragadta meg a legjobban. Nem meglepő, hiszen hosszú távú céljaként tűzte ki maga elé, hogy a hadseregben szolgáljon harckocsizóként. Ami nagyon megfogott, az egyértelműen a harckocsik, amik nagyon megfogtak engem. A PZH, meg a T-72-es, meg a Leopard, ami nagyon tetszett, meg a BTR. A családtól, ugye vannak persze katonák a családban is, úgy ez magamtól jött, hogy szeretem a hadsereget, így megtetszett, így kiskoromban még. A legnagyobb vonzerőt az jelentette az ide látogatók számára, hogy működés közben láthatták a technikai eszközöket, így közelebbről is megismerhették őket, és kipróbálhatták, milyen a katonai élet. Lehetőség volt például az egyik harckocsiban tűzőállást is építeni, és lánctalpas járművekkel is szállították a diákokat. Molnár Lora a székesfehérvári Árpád Technikumban tanul. Egyelőre még nézelődik, hol szeretne a jövőben elhelyezkedni, de már más szakot nem tudna elképzelni magának. Én alapjáraton azért jöttem erre a szakra, mert az unokatesóm is a honvédséghez tartozik, és így ezáltal nagyon megtetszett ez az egész szakma. Érdekesnek találtam, és ki szerettem volna magamat próbálni mindenképp, és nem is bántam meg, mert tényleg én más szakot nem is tudnék elképzelni így magamnak. Nézelődök is, viszont én a katonai rendészet miatt is jöttem ide, erre a szakra. Viszont elgondolkoztam azért sok irányba, úgyhogy még nem tudom pontosan. A szerdai napon több látványos program is volt. A Magyar Honvédség helikopterének a levegőbe emelkedése és a harci kutyák bemutatása mellett a robbantás is nagy sikert aratott. Ezen felül az érdeklődők felülhettek a különböző harci és csapatszállító járművekre is.